Amikor beszélgetés során szó esik arról, hogy én milyen parfümöt használok, hogy milyen férfi parfümöt használok, és azt mondom, hogy javarészt én az unisex parfümöket kedvelem legjobban, akkor egy ilyen enyhe értetlenkedést vagy hitetlenkedést látok így a tekintetekben, és azt tapasztalom, hogy kevesen vannak tisztában azzal, hogy tulajdonképpen mit jelent az, hogy unisex parfüm, mert szerintem az emberek nagyon is befolyásolva lettek azzal, hogy vannak a férfi és a női parfümök, és ha bemész egy drogériába, akkor a férfi a pasi osztályra, a nők meg a nő osztályra mennek. Márpedig ez nem biztos, hogy ennyire fekete és fehér, mert hogyha tegyük fel, tetszik egy illat, és az nem tudni, hogy nem nézünk rá a dobozra, nem látjuk, hogy az női vagy férfi, akkor bátran kifújjuk, és azt mondjuk, hogy ez egy tök jó illat. De amint kiderül az, hogy ez egy férfi vagy női illat, az már is egy kicsit ilyen befolyásoló tényező tud lenni, hogy hát hú, pasi vagyok, hát nehogy már női parfümöt használjak. De szerintem, akit ez nem érdekel, az nyugodtan kidobhatja a kukába ezeket a konvenciókat, és választhat olyan parfümöt női vagy férfi osztályról, ami neki tetszik. Vagy pedig ott vannak az unisex parfümök, ezek többnyire a nés kategóriában megtalálható luxus parfümök. Persze nem kell mindegyikért horribilis összegeket fizetni, lehet nagyon jó áron találni egyedi unisex parfümöket. Első ilyen parfüm volt a Calvin Klein-nak a One illata, ami egy ilyen laza, fiataloknak szóló sportos illat volt. Aki még nem hallott erről a kategóriáról, szerintem az nyugodtan próbálja ki, mert tényleg egy egész laza, friss, könnyen hordható fiatalos illat. Ma négy olyan unisex parfümöt szeretnék megmutatni, ami az én kollekciómban megtalálható. Igyekeztem úgy kiválogatni, hogy mindegyik egy picit más irányba visz. Van közte egy picit citrusos, egy picit ilyen vízi hangulatú vagy földesebb illat, de az a közös bennük, hogy nagyon jól mutat mind férfi bőrön, mind hölgyek bőrén, és ami még az unisex illatok mellett szól, hogy gyakran tapasztalhatjuk azt, hogy teljesen másképp fejlődik, alakul az illat egy férfinek a bőrén és egy hölgynek a bőrén. Ez nyilván függ attól, hogy milyen az illetőnek a bőrtípusa, milyen a nedvesség tartalma, és hát mindenkinek van egy alapillata, és ezzel az alapillattal hogy keveredik maga a parfüm. És az már lehet, hogy az én bőrömön is teljesen más lesz, és mondjuk a te bőrödön is egy teljesen más jellegű illattá fejlődik. Az én egyik nagy hatalmas kedvencem Aurélia L. Le Grand Chypre Mousse. Aminek az egyik nagy érdekessége, hogy 1914 óta gyártják már, szóval nem egy mai illat, de abszolút nem régi módja. Teljesen modern, nagyon is hordható, finom unisex illat, földes, őszi, erdei sétákat idéző, bár mégsem egy ilyen sötét illatra gondoljatok, hanem egy picit üde, teás, mohás, egy nagyon, nagyon kellemes, szinte ilyen teraszos naplementét is eszembe juttat. Édeskömény, menta, zöld jegyek, angyalgyökér, páfrány, fenyőfa, gesztenye, gomba, talajtintúra, szóval minden olyan finomság benne van, ami tényleg ezt a kellemes zöld, földes és erdei, kicsit őszi hangulatot idézi. Rajtam is teljesen egy inkább férfiba hajló illattá alakul. Még próbáltuk már hölgyek bőrén, ott meg egy picit lágyabb, krémesebb, nagyon finom zöld illattá alakul át. És maradva picit a zöld és természetszerű illatoknál, Farmácia SS Annunziata Giardini di Firenze. Milyen jól hangzik a számból. Emlékszem, mikor először megillatoltam, azonnal a letépet, friss falevél jutott eszembe, vagy a fű, amikor összemorzsolom. Menta, jázmin, gyöngyvirág, pacsuli,
muha és fehér pézsma. Szerintem varázslatos illata van, abszolút tényleg hogy a neve azt jelenti, hogy firenzei kertek, és tényleg egy ilyen zöld, eső utáni, buja, szinte frissen vágott fűvel keveredő illatkavalkád jut eszembe, illetve ez a kép elevenedik meg előttem. Annyira üde, annyira felemelő, szintén egy ilyen nagyon megmosolyogtató illat, amit én még soha ilyet parfümben nem éreztem, szóval imádom tavasszal, nyáron, szinte kötelezőnek mondanám. Michel Fugain, híres francia énekes talaihlette ezt a parfümöt, az Una Belle Histoire, azaz egy gyönyörű történet, és egy gyönyörű illat. Narancs, mandarin, bergamot, neroli, kardamom, koriander, bőr, pézsma, cédrus, szantálfa, napfény, kékég, gondtalanság, öröm, szerelem, minden tényleg boldogságot okozó dolog benne van ebben az üvegben. Ez teljesen nemtől független illatnak gondolom. Nagyon hosszan tart a bőrön. Pont emiatt a napfényes és citrusos jellege miatt gondolnám leginkább tavaszi, illetve nyári illatnak. És tényleg nagyon egyedi, soha nem éreztem még parfümben ilyet, szóval nagyon-nagyon imádom, és nagy becsbe tartom így a kollekciómban. Aki szereti a vizes, tengerpartos, vagy esetleg nádas illatokat, azoknak ez egy borzasztó jó választás lehet, a Le Cuvain Aqua Nympha. Jean-Claude Ellen a egyik nagy kedvenc parfümőrönnek az alkotása. Tulajdonképpen legtöbb helyen a papírusz és a nád van feltüntetve, tehát nyilván azért ettől egy sokkal komplexebb és izgalmasabb illat. Tényleg visszaidézi a tópartoknak, vagy a tengerpartoknak ezt a vizes, enyhén sós illatát. Ott duruzsolnak a háttérben valamilyen virágok. Én megmondom őszintén, a papíruszt nem nagyon érzem ki, de a nádasnak a hangulata az úgy felsejlik, szóval egy nagyon érdekes és tényleg vízi hangulatot idéző parfüm. És ez a sóság pedig nagyon érdekes, ilyen csillogó, mediterrán érzést kölcsönöz neki. Nagyon-nagyon imádom, szintén hosszantartó, szintén teljesen jól működik bárkin, szóval ez is inkább tavaszi-nyári illat. Szóval tényleg ne féljetek az unisex parfümöktől, mert nem harapnak. Nagyon izgalmas és nagyon egyedi illatokat lehet találni, amik nem fognak szembe jönni veled az utcán. És mindenkit arra buzdítok, hogy igenis keressen egyedi, nem szokványos parfümöket, amik illenek az ő egyéniségéhez, stílusához, passzol netán még a ruhatárával is, és igazán magáénak érzi. De egyébként én mindig azt mondom, hogy az igazán jó parfümök azok, és a legizgalmasabbak azok az unisex parfümök, szóval tényleg megéri bátrabbnak lenni, keresgélni, és időt szánni rá. Megéri.